Köszöntöm Önöket a versenyképesség növelő támogatási program keretében a székesfehérvári Hydro Extrusion Hungary Kft. Sikeresen pályázott. Az erről szóló támogatás ma jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, akit ezúton is köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy ezúttal is elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm, itt lehetek. Ugye a Hydro székesfehérvári gyára Európa egyik legnagyobb ugye, sajtóló üzeme. Mekkora forrásra tudtak most pályázni? Mi valósul meg ebből? Egyáltalán mit jelent ez a mostani támogatás a cég életében? A világjárvány kezdetekor tavaly világossá vált, hogy gazdasági típusú választ is kell adni a kihívásokra, és akkor azt a döntést hoztuk, hogy nem szociális alapon osztogatjuk ki a pénzt, hanem odaadjuk azoknak a vállalatoknak, akik hajlandóak beruházásokat végrehajtani annak érdekében, hogy ne kelljen elbocsátaniuk senkit. Mi másként fogtuk meg ezt a kérdést, mint ahogy mondjuk a baloldali ellenzék szerette volna. Ők a tömeges munkanélküliség következményeit akarták volna kezelni, vagy kezeltetni velünk. Meg úgy gondoltuk jobb, hogyha ez a tömeges munkanélküliség ki se alakul, hanem az emberek meg tudják őrizni a munkahelyeiket, és ehhez kellett a vállalatokkal történő szoros együttműködés. Ugye a Hydro is abban a beruházás ösztönzési programban vett részt, amelyet úgy írtunk ki, hogy a beruházó vállalatok beruházásnál felmerülő költségeinek felét, illetve harmadát fizetjük, abban az esetben, hogyha vállalják, ezért cserébe, vagy nem bocsátják el egyetlen egy munkavállalójukat sem. A Hydro két körben is részt vett ezen a beruházás ösztönzési pályázaton. Összesen 2,8 milliárd forintos beruházást hajtanak végre. Ehhez 950 millió forintnyi támogatást kapnak a kormánytól, és 1510 székesfehérvári és környéki család élete válik kiszámíthatóbbá, vagy a megélhetése válik biztosabbá ezúttal, és ezen kívül még 50 új munkahely is létrejön, tehát nem csak a munkahelyek megőrzéséről, hanem újak létrehozásáról is szó van. És azért jelentős ez a beruházás, mert a Hydro, ahogy el is hangzott, Európa legnagyobb alumínium sajtólüzemét működteti Fehérváron. De a lényeg az az, hogy ők nagyon magas hozzáadott értékű, megmunkált alkatrészekkel látják el az elektromos autóipart. És ugye Magyarországon az autóipar kifejezetten fontos szerepet játszik. Teljes feldolgozóipari kibocsátásnak a 30%-a az autóiparból jön. És most, hogy az autóipar egy teljesen új korszakba lép be, nekünk ezzel nem csak, hogy lépést kell tartanunk, hanem előre kell rohanni. És mi szeretnénk, hogyha Magyarország ennek az elektromos autóipari korszaknak is az európai éllovasa legyen. És ebben hála jó Istennek sok sikert értünk el az elmúlt időszakban, a soron következő, ugyanis a Hydro megoldásait, alkatrészeit, technológiáit, a Jaguar, a Land Rover, a Tesla, az Audi, a BMW mind-mind vásárolja, tehát megnéztem a gyárat, és ott bemutatták, hogy az Audi, a Mercedes, a BMW melyik típusához éppen melyik alkatrészt szállítják innen a fehérvári gyárból. És hogyha már egyébként ugye elektromos autók, ugye a múlt héten szintén Fejér megyében jelentette be a miniszter úr, ugye, hogy Iváncsán Magyarország legnagyobb zöldmezős beruházása keretében szintén ugye az elektromos autóipar beszállítójaként egy 680 milliárd forintos beruházás valósul meg. Erről mit lehet tudni? Ja, az elektromos autóiparnak a szíve közepe az elektromos akkumulátor. És az elektromos akkumulátor gyártásban a keleti vállalatok mennek elő, ők fújják a passzátszelet, alapvetően koreaiak egyébként. A Samsung SDI, illetve az SK Innovation a két világpiacvezető. A Samsung SDI ugye Gödön fölépített egy hatalmas kapacitást, amit folyamatosan bővít. Az SK Innovation pedig Komáromba hozta a két első szempontjukból ezt úgynevezett, hogy tengeren túli magyarul európai gyárát. És a két komáromi gyár működése az oly mértékben sikeres, hogy döntés született arról, hogy egy harmadik gyárat is létrehoznak Európában, és azt is Magyarországon hozzák létre. És Iváncsára esett a választás, ott egy 700 ezer négyzetméternyi gyártási területről fogunk majd beszélni. A beruházás már elindul a tavasszal, a föld előkészületi munkákkal. Ez egy 680 milliárd forintos beruházás, tehát soha Magyarországon első ütemű zöldmezős beruházás ekkora még nem volt.
ami mutatja azt is, hogy Magyarországban ezek az elektromos akkumulátorgyártó vállalatok milyen mértékben bíznak. Ez első körben 2500 új munkahelyet fog jelenteni közvetlenül, közvetetten ennél nyilvánvalóan még jóval többet. Ugye fontos az, hogy itt olyan elektromos akkumulátorok kerülnek majd gyártásra, amelyeket a világ legnagyobb automárkái mind-mind használni fognak majd. Tehát azzal, hogy az SK Innovation és a Samsung SDI is Magyarországra hozta ezeket a hatalmas gyárait, ezzel gyakorlatilag a világ legnagyobb elektromos akkumulátor gyártó kapacitása jön létre Magyarországon, amely egy hatalmas lépés a jövőbeli siker irányába, hiszen 10 év alatt meg fog 10-szereződni az elektromos autók száma a vásárlások tekintetében, és ennek már egy ilyen előjele az, hogy tavaly szeptember volt az első olyan hónap Európában, amikor az ilyen elektromos vagy hibrid gépjárművekből többet adtak el, mint dízel üzeműből. Tehát az elektromos autóipar gyárait, aki magához tudja vonzani, így Magyarország, az jövőbeni siker szempontjából hatalmas lépéseket tesz előre. És ugye ez is segíthet bennünket abban, magyarokat, ugye, hogy minél hamarabb kilábaljunk a koronavírus helyzet okozta gazdasági válságból. Ugye ebbe az irányba a kormánynak nagyon sok törekvése van, hiszen a hírekben szerencsére Fejér megyében is, de Fejér megyén kívül is lehet hallani folyamatosan a híreket, hogy milyen milliárdos beruházásokat segít a kormány. Lehet-e már látni egyébként a számokat ebben a tekintetben, hogy mekkora ténylegesen a beruházási kedv, tehát tényleg menekülnek előre, akár a Magyarországon működő külföldi tulajdonú vállalatok, vagy akár a magyar vállalatok? Tehát tavalyi esztendő volt a legrosszabb év a világjárvány miatt. Globálisan a közvetlen külföldi befektetések 42%-kal visszaestek, de Magyarországon 140%-kal nőttek. Ami világosan mutatja azt, hogy a magyar kormány helyes választ adott a válságnak a gazdasági aspektusára, és helyes volt a beruházások ösztönzésére és a munkát terhelő adók csökkentésére fókuszálni. Országosan azt tudom mondani, hogy soha ennyi beruházással a magyar állami beruházás ösztönzési rendszernek még nem kellett foglalkoznia, mint idén, illetve tavaly, 1434 beruházással foglalkoztunk, amelyek több mint 1000 milliárd forintnyi beruházást jelentenek itt Magyarországon. Több mint 270 ezer munkahelyet sikerült ezáltal megvédeni. Ugye most már többen dolgoznak Magyarországon, mint dolgoztak a világjárvány előtt. És önök itt Fejér megyében is büszkék lehetnek, hiszen összességében 51 beruházási projektet segítettünk itt Fejér megyében, amelyek összesen 44 milliárd forintnyi beruházási értéket képviselnek. 44 milliárd forintnyi beruházással 11.700 munkahelyet tudtak megvédeni a Fejér megyei vállalatok, és ezen beruházásaik az a kormány 17 milliárd forintnyi támogatást biztosított. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Fejér megyei vállalatok, a Fejér megyében dolgozó emberek és a kormány összefogása eredményesnek bizonyult itt is. Ugye ez most alapvetésnek tűnik, hogy az, aki minél hamarabb, minél gyorsabban tudja újra nyitni a gazdaságát, az egy ilyen előnyt szerez. De picit most olyan ez a helyzet, mint hogyha a Forma 1-es autók fönnállnának a rajtrácson, de senki nem tudja, hogy mikor lesz zöld a lámpa. Hogy állunk mi ebben a versenyben? Mennyire vagyunk tényleg rajtra készek? Igen, hát ez olyan, hogy egy Forma 1-es versenyen fölálltunk a rajtrácsra, és várjuk, hogy hozzák a benzint. Tehát, hogy el tudjunk indulni, nagyjából így lehetne képletesen leírni azt, ami most zajlik. Ugyanis mi a helyzet? A helyzet az, hogy nincs oltóanyag. Vagy legalábbis sokkal kevesebb van, mint ahogyan azt ígérték. Ugye a tavaly év végén az Európai Bizottság felhájpolta a várakozásokat elég erőteljesen. Ugye mindenki arra várt, hogy december végén tömegesen érkezik a vakcina, hiszen ezt mondták nekünk Brüsszelből, hogy senki ne óberkodjon itt jobbra-balra, hanem majd a központosított brüsszeli vakcina beszerzésből majd minden meg lesz oldva. Hát ehhez képest aztán az történt, hogy már világossá vált, hogy az Európai Unió területén gyártó, ott fejlesztő, az Unió által abszolút elsőségben részesített vállalat több oltóanyagot szállít az Egyesült Államokba, Nagy-Britanniába, meg Izraelbe, mint szállít az Európai Uniós tagországokba.
és jól látszik, hogy az Európai Bizottság nem tudja kikényszeríteni a megkötött szerződések teljesítését sem, ami egy óriási probléma. Ugyanis Magyarországon meghal 100-150 ember naponta a koronavírus miatt, és az életben lévő korlátozások miatt 10-15 milliárd forintnyi kár éri a magyar gazdaságot. Most gondoljunk bele, ha csak egy nappal korábbra tudunk hozni mindent, akkor 100-150 embert megmentünk, és 15 milliárd forintot megsporolunk a magyar gazdaságnak, ami végül ugye a munkahelyekben csapódik le. Tehát az nyer, aki előbb jut oltóanyaghoz. Ugye dacára annak, hogy mindenfajta fenyegetőzés zajlott itt, mi az oroszokkal és a kínaiakkal is tárgyaltunk, és nem csak, hogy támadtunk, hanem meg is tudtunk állapodni. Mind a kínai, mind az orosz gyártóval tudtunk szerződést kötni, amelynek értelmében Kínából 2,5, Oroszországból pedig 1 millió ember beoltására alkalmas vakcina érkezik. Oroszországból az első szállítmány hamarosan itt is van, ez 40 ezer ampullát, vagyis 20 ezer ember beoltására alkalmas mennyiséget fog szállítani. Nyilvánvalóan szeretnék minél előbb kinyitni, és erre pedig akkor lesz lehetőség, hogyha legalább azokat be tudjuk oltani, akik az életükben veszélyeztetettek. És ha ez megtörténik, akkor el lehet kezdeni a nyitást. Ugye azt látjuk, hogy mindenki arra készült, hogy újraindul az élet, de aztán, mivel a vakcina nem jött meg, ezért bizonyos nyugat-európai országok további szigorításokat kellett, hogy bevezessenek. Van, aki a nyomás meg a vágy alapján elkezdett nyitni, de ott azokban az országban mind-mind porul jártak, mert a nyitás miatt olyan mértékben robbant be a járvány, hogy a korábbinál még szigorúbb korlátozó intézkedéseket kellett bevetni. Tehát hiába szeretnénk, hiába lenne jó holnap reggeltől feloldani az összes korlátozást, veszélyes lenne, és még szigorúbb korlátozásokhoz vezetne, mint jelenleg. Tehát ezért most azon vagyunk, hogy minél előbb megjön a vakcina az országba, minél előbb be tudjuk oltani legalább a veszélyeztetett embereket, és akkor meg lehet nyitni. Van egyébként bármiféle terv arra, hogy hány millió itt lévő vakcinánál lehet elkezdeni gondolkozni azon, hogy akkor holnaptól nyissunk? Hát nézze, nyilvánvalóan az a legjobb, hogyha mindenki számára, aki kéri, tudnánk biztosítani a vakcinát, és senkinek az élete vagy az egészsége ne lenne veszélybe, de az a minimum nulla pont, hogy mindenkit, aki az életében fenyegetett a járvány által, tehát idős vagy krónikus beteg, az legyen beoltva, mert emberi életekkel nem lehet játszani. És ugye ön is említette, meg azért látja is az ember, hogy ugye Brüsszel ebben a vakcina harcban nem áll túl jól, hiszen nem kell messzire menni. A britek gyakorlatilag kis túlzásra tegnap előtt kiléptek az Európai Unióból, és több millió embert be tudtak már oltani. Európában ez nincs így. Lesz egyébként ennek felelőse az Európai Unión belül? Hiszen azt azért látjuk, hogy bennünket, vagy akár a lengyeleket bármivel meg tudnak találni, meg lesz ennek is a felelőse? Hát ez kell, hogy legyen, mert van itt minimum három kérdés, amire azért választ kell adni. Az első kérdés az, hogy hogyan lehet, hogy az Európai Unió, vagy az Európai Bizottság egyértelmű elsőbséget ad egy gyártónak, aztán az a gyártó nem Európába szállít, hanem máshova. Az első kérdés. A második, hogy lehet az, hogy a britek például az AstraZeneca-t engedélyezték, Európában meg még hónapokig zajlott a pepecselés, hogy akkor az AstraZeneca-val lehetne oltani az Európai Unió területén, vagy nem. A harmadik pedig az, hogy miért kellett támadni azokat, akik más források után néztek most, hogy a német meg a bajor kormány és miniszterelnök is arról beszél, hogy igen, hát az orosz meg a kínai oltóanyag is szóba kerülhet. Tehát ezekre azért, hogy is mondjam, választ kell majd adni. Csak ugye van ez az általános ilyen kényelmes brüsszeli működési mód, hogy hát ugye igazából nem felelősek senkinek. Tehát az európai parlamenti képviselők is következmények nélkül fogadgatnak el nyilatkozatokat, meg hoznak döntéseket, ugyanez igaz a brüsszeli tisztségviselőkre. Ugye minket, akik nemzeti kormányokban ülünk, nemzeti parlamentekben ülünk, ugye minket választásokon felelősségre vonnak, vagy még akár azok között is ugye a választók, mert hogy itt vagyunk, itt élünk. De hát a brüsszeli politikában úgy látszik, hogy a következmények nélküliség dominál, de én azt gondolom, hogy most először túl kell lenni ezen a válságon, és ha az európai emberek meg a munkahelyeik biztonságba kerültek, akkor viszont kőkeményen el kell számoltatni azokat, akik a hibás döntéseket hozták. És az, ami most a legjobban érdekli, én azt gondolom az átlag állampolgárt, ugye, hogy oltasson, ne oltasson, az azért látszik talán, hogy az oltási kedv azért növekedni tűnik, de hogyha oltasson, akkor mivel oltasson?
Hát nézem, mivel az oltás önkéntes, és én pedig nem vagyok immunológus, ezért itt nem szeretnék föltűnni olyan színben, mint amilyen nem kéne. Egy dolgot viszont tudok mondani, én személyesen átéltem ezt az egészet, és ráadásul egy súlyosabbik verzióját, és nem kívánom senkinek. Se lelkileg, se fizikailag, ezért én természetesen amint lehet, mert ugye nem régen lettem rajta túl, és majd, hogyha sorra kerülök az oltási rendben, akkor be fogom oltatni magamat. Én a következőt tudom önnek mondani. Kínában ott voltak a magyar hatóság szakemberei, megnézték a gyártást. Oroszországban ott voltak. Mi folyamatosan készítettük elő a konzultációkat az orosz és kínai szakemberekkel. Beszéltünk azokkal az országokkal, ahol már alkalmazzák a kínai oltóanyagot, az Egyesült Arab Emirátusokkal, Bahreinnel, és hogy nem menjek messzebb, Szerbiában pedig magyar emberek százai vagy ezrei kapták már meg a kínai oltást a Vajdaságban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyugodtak lehetünk az oltóanyagok hatásossága és biztonsága felől a jelenlegi tudásunk maximumával. Hiszen magyar szakemberek döntésén alapul ezeknek az oltóanyagoknak a magyarországi használata. Már ezek az oltóanyagok több százer vagy millió embernek kerültek beadásra, és itt a közvetlen szomszédságunkban, Szerbiában már alkalmazzák mind a kettőt. Akkor jól gondolom, hogy ahogy tavaly a lélegeztetőgépek kapcsán, maszkok kapcsán Kína volt a legnagyobb partnerünk, akkor most a vakcinában is ők lesznek az oltóanyag szállításban, és ők lehetnek a megoldás nekünk? Hát nézzem, most tegyük fel, mi a különbség a tavaly tavasz meg a most tavasz között ebből a szempontból? Semmi. Hát tavaly tavasszal mindenki maszkot meg lélegeztetőgépet akart vásárolni, most meg oltóanyagot akart vásárolni. Maszkot meg lélegeztetőgépet is kevés helyen gyártanak a világon, oltóanyagot is kevés helyen gyártanak a világon. Mindenki azt akarja venni, de csak keveset gyártanak. Tehát ezért nincs értelme itt árról beszélni, meg piaci viszonyokról, meg semmi. Aki tud gyorsan vakcinát venni, meg kell venni, mert a meglévő vakcinánál egy rosszabb van, a nem meglévő vakcina. És a vakcináránál meg egy drágább dolog van, az az emberi élet. Na most ezért aztán én azt gondolom, hogy itt nem kell pepecselni, hanem hogyha megnyílnak vásárlási források, akkor le kell rájuk csapni, és bizony Kína ebből a szempontból ismételten élen jár, vagy legalábbis versenyképes, és tényleg hallgatom itt néhány európai kollégát, amikor mondják, hogy fú, hát milyen, ahogy is szokták mondani, hogy nagyon aggodalomra okot adó dolog, hogy a kínaiak vakcinadiplomáciát csinálnak, de hát, hogyha nem lenne rá terepük, tehát például amikor az Európai Unió olyan szerződéseket kötött volna, amiket be tud tartatni, és itt lenne több millió adag dózis az európai vakcinából, akkor milyen játék, vagy milyen terepe lenne Kínának ebből a szempontból? Tehát megint megy ez a politikailag korrekt szöveg, ahelyett, hogy tényleg az emberek életét akarnák megmenteni. És ha már Kína, akkor ugorjunk át egy picit a másik irányba, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak új elnöke van, ő mire számít a magyar-amerikai kapcsolatokban? Ugye erős gazdasági kapcsolat van a két ország között, de most számíthatunk arra, hogy egyfajta politikai nyomás érkezik, ugye a balliberális vezetéstől az Egyesült Államokból? Hát nézze, vannak tapasztalataink, amelyek azt mutatják, hogy 2016 és 2020 között soha nem látott jó kapcsolataink voltak politikailag is az amerikaiakkal. Rajtunk nem fog múlni, hogy ezt fenntartsuk, nekünk érdekünk. Szeretnénk, hogyha egy kölcsönös tiszteleten alapuló kétoldalú együttműködés lenne, amely során kölcsönösen tiszteletbe tartanánk egymás belpolitikai viszonyait, és nem abból állna egy-egy kétoldalú találkozó, hogy a másik ország belügyeivel foglalkozunk. Mi ezt nem tettük akkor se, amikor a fél világ rohant kommentálni a washingtoni eseményeket. Mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek az a kötelessége, hogy a saját otthoni ügyeit rendben tartsa, és nincsen szükség tanácsra mások részéről, ha csak nem azt kifejezetten kérik. Természetesen a gazdasági együttműködésünkkel ezután sem lesz probléma. 1700 amerikai vállalat, 105 ezer magyar embernek ad munkát, a kormány támogatja a tevékenységüket, így lesz ez a jövőben is. És hát itt ugye önök Székesfehérváron pontosan tudják, hogy van egy szoros katonai együttműködésünk is az Egyesült Államokkal, a NATO keretein belül. Szoros szövetségesek vagyunk, jó szövetségesek vagyunk, megbízható szövetségesek vagyunk. Tehát a katonai és a gazdasági együttműködés az gondolom, hogy továbbra is megáll a saját lábán. Politikai működés tekintetében mi készen állunk a folytatásra, és reméljük, hogy az amerikai barátaink is így gondolkodnak majd. És ugye a koronavírus járvány okozta gazdasági válság kezelése mellett ugye van még egy fontos kérdés, ugye ez pedig a biztonság. Ugye néhány hete is lent járt a déli határvidéken, a szerb-magyar határnál. Mit tapasztalt ott?
Nézze, a magyar rendőrök és katonák példás fegyelemmel és eredményességgel védik Magyarország déli határát, és hozzájárulnak azon célkitűzésünk teljesítéséhez, hogy Magyarországra illegális bevándorló ne jöhessen be. Brüsszelből nem kapunk semmifajta segítséget, de ehhez már hozzászoktunk. Több mint 1 milliárd eurót költött Magyarország eddig a déli határvédelemre. Ez így lesz a jövőben is. Figyelni fogunk arra, hogy fenntartsuk magunknak azt a jogot, hogy mi dönthessük el kizárólag, hogy kit engedünk be, vagy kit nem engedünk be Magyarország területére, és kivel akarunk együtt élni, vagy kivel nem vagyunk hajlandók. És mire számít? Brüsszel folytatja a migrációbarát politikáját? Abban ön biztos lehet. Több ok miatt is egyrészt kötöttek egy megállapodást 79 afrikai, karibi és csendes óceáni országgal az Európába irányuló migráció megkönnyítése érdekében. Az Európai Migrációs és Menekültügyi Paktum keretében pedig folyamatosan nyomják a kötelező letelepítési kvótát, tehát jól láthatóan nem került le ez az asztalról. Dacára mindenfajta hazudozásnak, tehát a helyzet az az, hogyha mi közép-európaiak nem tartunk ki, akkor lesz kötelező letelepítési kvóta, és bőven lesz migráns is. És nem olyan régen volt az ENSZ békeépítési alapjának ugye egy online konferenciája, ahol pedig ugye kiderült, hogy Magyarország ad otthont az ENSZ regionális terror ellenes központjának. Ez mit jelent? Nézze, bár kicsi ország vagyunk, vagy mondjuk közepes méretű, a helyzet az az, hogy mindig is erőnkön felül vettünk részt a nemzetközi terrorellenes műveletekben, hiszen mi pontosan tudjuk, hogy például a Közel-Kelet biztonsága az milyen szoros összefüggésben van Közép-Európa biztonságával, és mi pontosan tudjuk azt, hogy azok a keresztény közösségek, akik szenvednek az üldöztetésért, azokért mi ezeréves keresztény államként igenis felelősséggel viseltetünk. Tehát a terrorellenes küzdelemben mélyen részt veszünk, és a tavaly állapodtunk meg arról, hogy az ENSZ terrorizmus ellenes ügyekért felelős főtitkár helyettese Magyarországra hozza azt a regionális központot, amelyből részben ugye koordinálják az ENSZ terrorizmus ellenes tevékenységét. Ez egy nagy elismerés Magyarország számára, nagy elismerés a magyar biztonsági szakemberek számára, és sikerült abban is megállapodni, hogy nagy részt magyar szakértők fognak dolgozni az ENSZ-nek ebben a budapesti regionális központjában. Miniszter úr, köszönöm szépen, várjuk ide vissza mi hamarabb a stúdió, mert ez általában azt jelenti, hogy akkor Székesfehérvárra valamelyik vállalat komoly támogatást kap. Köszönöm én is a lehetőséget. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!